Sziasztok, én Gréti vagyok, és a mai videóban folytatni fogjuk az Valentin napi küldetést. Aztán ez lesz a hetedik része, de nem vagyok benne biztos. Most csak egy levelet fogunk megkeresni még hozzá itt, a bevásárló központban. És akkor átnézzük a boltokat, kávézót, meg mindent. Szóval átnézzük mindenki is. Most szól Liza. Ez mi? Mi? Most szól. Ez mi? Ez mi az, hogy most szól? Valami azt súgja. Most jól alaposan körülnézzük. De egyébként nem tudom hol van, csak így jöttem ugye a bevásárló közben, és csak így itt volt, szóval. Ha látjátok csak én, akkor szóljatok. Akkor lehet, hogy az emeleten lesz szép lesz, szóval. Szóval akkor vegyük fel, és akkor nézzük meg itt is. Boldogot átni. Ott van a levél. Na, meg is van. Itt van a levél. Akkor nézzük a levelet. Most elolvasok mindent, azért, hogy ne legyen azért olyan, hogy ez a videó. Egy levelet találsz a földön. Biztos, na meg kell tudom beszélni is. Biztos az egyik valentin napi levél az, amelyet a szél elfogy gyerek szélvel Gédi posta hivatalában. A cím olvashatatlan. A piszok és víz miatt, de a levél tartalma alapján kitalálhatod ki a címzet. De az annyira fura, hogy ide hogy tudta elfújni a szél? Mert akkor be kellett volna jönni az ajtón. Szóval ez ilyen fura dolog. De ezt így nem tudom érteni. Hé te! Mostanában eléggé ráálltam a gagyi kocka témákra. Össze kéne futnunk csak ketten, hogy dubálhassuk a képregényekről, meg a társas játékokról, de minden olyanról, ami téged érdekel. Ő esetleg szereted a hokit. olvashatatlan aláírás. Hő, kinek szólhat ez a levél? Nem tudom, hogy kinek szól, de szerintem valami kocka, akkor lehet, hogy a ruhás üzletbe szól, de nem vagyok benne biztos, de itt és kevesebb az ember, szóval itt arra megtaláljuk. Szerintem ő lesz. Vagy van ember? Akkor ezt rosszul gondoltam. Hát akkor nem tudom, akkor ez lesz, hogy ez tényleg mit tudom én, hogy mi. Ha tudjátok, hogy hol van ez az ember, akkor szóljatok, de az is lehet, hogy nem itt van, hanem. Hanem ezért át kell venni valahova. Például mit tudom én, kormányzó vizesése. Mindenki ezt a levált keresi? Nézzük ezt az üzletet is. Aha, ő az. Megtaláltuk, itt van Madison, hello Madison. Nem jó napot kívánok, szeretnék egy jeprissed. Köszönöm szépen. Ez aztán a levél. Te sem tudod, ki küldte mi. Hú, legalább nem kell válaszolnom neki.
Nem tudok sokat adni cserébe, de esetleg ezeket tudnád használni. Hát nagyon. Bocsi, de ezt látottam. Szóval ez itt a... Hát valahol itt van, és akkor, hogyha valahol megtaláljátok ezt a levet, akkor ha minden igaz, akkor ide kell hoznotok neki. Szóval remélem ezekben el tudtok segíteni. És, ja. Videóban ennyit terveztem. Szóval akkor remélem, hogy tetszett ez a videó, hagyja mindenképp like és iratkozz fel. Én Gréti voltam, ha most már találkozok egy olyan videóval. Addig is, legyetek jók, pihenjetek ki magatokat, és a következő videóban látjuk egymást. Szóval akkor, sziasztok!